Mindenki szeretettel köszöntöm a Győr-Sopron Pápai Egyházmegye esperesét, Lentulai Attilát, és kérem, hogy köszöntsön meg. Szeretett testvéreim, a 103. Zsoltár szavaiba ezt olvassuk az első sorokba, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. És azt hiszem, hogy a köszöntésbe ezek a Zsoltárosnak a szavai nagyon is ide illenek. Talán mindannyian tudjuk, hisz az imént a gondnok úr is említette, hogy másodszor nyitunk a világ felé, hisz először itt a bakonyai gyülekezetek tűzben kezdték meg ezt az együttes munkát, illetve ezt a konferencia jellegű istentiszteletet. És azt is tudjuk, hogy az elmúlt héten, hisz minden jó református ember tudtommal legalább 5 percet a Biblia fölé hajol, mármint olvassa, az elmúlt héten, illetve mai napon fejeztük be a János evangéliumának a 17. részének az olvasását. Úgy ismerjük, hogy ez az imádság Jézusnak a főpapi imádsága. És mindannyian tudjuk, hogy ebben a mély, csodálatos imádságban nem csak Jézusnak az akkori tanítványai vannak benne, hanem benne vannak a mindenkori tanítványok is. Könyörög ezért a 21. századi tanítványi seregért is, akik itt vannak a bakonynak részén. Azokért a mai tanítványokért könyörög, gyülekezetekért, akiknek az ő igéjét és az ő világosságát adta. A világ nagyon jól tudjuk, hogy nem rajong, akkor sem rajongott, így ma sem rajong mindig értünk. Tudjuk, hogy ma is szeretnék, ha némelyek ott maradnánk a templomnak a 4 fala között, és annak az zártságába időnként hát összejönnek ezek a különös figurák. Mert valahogy nem illünk bele a világnak a képébe, mondják. Most Krisztus viszont azért könyörög, hogy ma is te érted, és én érettem mindannyiunkért, hogy Isten az ő szent lelk által adjon erőt a keresztény küldetésünk 21. századi betöltéséhez. Nem vesz ki, ha elolvassuk és rágondolunk az imádságra, nem vesz ki bennünket ebből a világból, hanem naponta megszentel az ő igazságájával, igéjével, hogy mégis más legyen ez a világ, jobb legyen ez a világ, boldogabb legyen, bizakodóbb egy nemzet, egy népnek az élete, és más és békésebb, szeretetteljesebb legyen a családoké. Nos, ez bízta ránk maiakra, és ez a nyitott Isten tisztelet is szolgálja ezt, hogy úgy, mint Bircen most itt Dudaron, nem a templom 4 fala között, hanem nyíltan kint valhassuk meg, hogy nem adatott más, aki által megtartatnánk ma is, mint egyedül a mi Urunk, Jézus Krisztusunk. Így köszöntök minden kedves testvéremet, minden kedves régi ismerős, kis tudják nagyon jól, hogy itt szolgáltam jó néhány éven át. Jó itt lenni, örülök, hogy itt lehetek a testvérek között. Isten áldását így kérem a mai napra. Főénekként a 463. számú énekünket keressük ki, és énekeljük mind a 4 verszakát. 463. számú énekünk így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szálljon át. Thank you.
Halljátok testvéreim Istennek igéjét, az 1 Tesszalonika 4 első 12 versét. Felolvassák az Ircia a Csetényi, a Bakony Szent Királya, a Cseszneki, a Rédei és a Dudari gyülekezet tagjai két versszakonként. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Mert ez az Isten akaratja, aki szenté lételetek, hogy magatokat paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségében és tisztességében tudja bírni a maga edényét. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapáson élve temedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogy már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is közlé velünk. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok. Saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amit itt rendeltük néktek. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.